Hát, magával mit csináljak itt? Emlékeztek a Suzukára? Mindig eszembe jut. Nagyon sajnálom. Még mindig. Hát fogom is. De hát itt van. Ugyanazt csinálja. Nem tágít. Ó, Istenem. Fájám a szívem ilyenkor egy kicsit, de ugyanakkor örülök is. Nézd meg. Ne egyen meg. Na. Napirend. A következő ételünk fogom elkészíteni, mégpedig friss. Húha, hát te lehet dolgozni rajta, úgy látom. Hát ezt én nem is fogom mutatni gyerekekre, hogy ezt mire én itt lebagdosom. De hát le kell. Végeit ugye le kell csapkodjam. Azt hittem, hogy azt már megcsináltak helyettem. De nem. Azért vagyunk itt, igaz, hogy majd gyorsítunk rajta mindjárt. Még pedig így, én egyszerűen kezembe veszek egy párat, és akkor a kis éles késsel ugye le tudom csipkedni. Hát így se tart, így is, na hát így se gyorsabb. Mindegy. Hát így se volt gyorsabb. Nos, miután ugye ez megvan, hát én úgy gondolom, hogy egy olyan ekkorákra ugye el lehet vagdosni őket. Meg van mosva szépen. Oké. És a következő fog történni, kérem. Kibontunk, ez ördeka. Ha jól emlékszem. Majd meg kell nézzem, nem vagyok benne biztos, hogy ördeka. Lehet, hogy 10. Vajacskát. És van olíva, és napraforgóolaj keverék. Egy keveset ide teszünk, ide is. És elkezdjük őket melegíteni. Ja, 113 gram, tehát akkor ez, igen, 10 deka, 10-13, 10,13. Alright, leveszelek 3 méretes fokhagymát. Fordulunk, ide beletesszük. Nem égetjük el, igaz? Rátesszük a babszit. Itt a tüzet lejjebb veszem, és nem takarom. Oké? Itt szedek ki kenyérmorzsát, prézlit. Igen, vizes kéz. Átgyúrom ugye a fasírtot. Magyar hagyományoknak megfelel, egy kicsit meglapítjuk. Na.
lapát. Elkezdjük a sütést. Még egyszer, átgyúrom. Lapítás. Ugye a sütéskor ez egy kicsit ugye megemelkedik, ugye a gázoktól, a gőztől, ami ugye keletkezik belül. Hány darab ez? 2, 4, 6, 9, hát 4, hát egy 5-öt most be tudok tenni. Igen, elkezdjük összeállítani a köröteket, ugye maradék, minden, ez mind maradék, rizs, a kukorica. Ugye emlékszünk ennek a fölgyújtási módjára, hogy hát ugye itt azért nem itt nyitottam föl, mert nem fért ide a konzervnyitó, ugye emlékszünk rá? Igen. Nyilván tudom, hogy így kell fölnyitni. És úgy tudom, ez egy magyar találmány, nem vagyok benne biztos, de azt hiszem ez, vagy a sörös doboz kinyitása. Ez csak egy gag volt. Remélem értette mindenki. Teszünk rá egy nagyon pici fekete borsot. Oh, yeah. És hol van nekem ez a... Azt hiszem még van fagyasztva. Pillanat, petrezsemződ. Igen, megvan. Ja. És ennyi az egész. Só semmi nem kell. Ez lesz az egyik köret, ugye az a zöld bab. Az ehhez mellé jön. Úgy van. Ez készen van, ide is teszem. Oké, és hát készítek egy salátát is, amelyből majd még fogok vinni is a melóhelyemre. Egy jó aromat. Ég saláta. Jó, nagyokra vágom. Olyan, mint a lovaknak. Ja, egyszer ez a felvágásról nyitott most megint eszembe ilyen hülyeség. Hát ez már nagyon régi, lehet, hogy sokan ismerik. Most kaptam új vicceket megint. Hát, de ez nem új, ez nagyon rég hallottam. Elmegy egy küldöttség valahova Afrikába, ahol ilyen emberevő törzsek vannak, még aztán ugye az egész küldöttséget foggyul ejtik. Hát a küldöttség tagjai közt van ugye Kádár János, Brezhnev és hát nem tudom ki volt az akkori amerikai elnök. Kérnek váltságdíjat, nem kapják meg. Hát aztán mindjárt Brezhnevet egy ilyen bunkó fejbe vágják, meggyúzták, és akkor egy ilyen nagy üstre kihúzták a bőrét, kifeszítették. Ha most ugye következett az amerikai, és akkor azt mondja neki a kanibál vezér, hogy hát, mivel te egy kicsit azért rendesebb voltál, mint az előző, neked lehet egy kívánságod. Mielőtt azt mondja, téged is kivégzünk, és kifeszítjük a bőrödet, és készítünk belőled is ilyen tam-tam dobot. És kiszárítsák a bőrét. Hát, mondjon, nem tud mit mondani. Hát, kér egy viszkit. Tompítja a dolgokat. Jó, megkapta a viszkit, megitta az úgy,
ugyanaz történt vele is. Na, jön a Kádár. Hát azt mondja, figyelj, te egy rendes ember voltál, de hát politikailag nem ott vagy, ahol mi. Ugye, Budapesten tanult valamikor az egyik rokonom, fia. Szép az országod. Hát neked is lehet egy kívánságod. És hát ez így körülbelül így összehoztam, gyerekek, egyelőre. Jó van, más nem is teszek rá. Hagymát, ilyesmit nem gondolok, nem teszek rá semmit. Majd sajt jön rá is kész, meg a szósz. Na, hát szóval a saláta is kész. És akkor azt mondja ugye a Kádár, hogy hát ő kér egy ilyen jó nagy, ilyen százas szöget. És akkor jó van, megkapja. És akkor a százas szöget így maga ellen fordítja, és elkezd így lukaszgatni végig az egész, tudjátok, így szembe, a hasán, melkasán, mindenhol össze-vissza szurkálja magát. Azt mondja a kanibáloknak, a kurva anyátokat, akkor se lesz belőlem tam-tam dob. Nos kérem, kész vagyok. Fokhagymás vajas zöldbab, majd még lehet rátenni egy kis szezámmagot, egy kis sót, borsot, éppen tányéron, amikor már rajta van, de így is finom. Petrezselymes, ugye, a mexikói a rizs, mondjuk rá, rizibizi fasírt, ugye a bekeverést tegnap mutattam. Kóstolás most elmarad, mert teljesen tele vagyok. Megettem ugye a chicken tikka maszalámat, egy darab, azt a kis tányéra, és hát majd egy saláta lesz. Valamilyen szósza. Gyerekek, újabb ötös kezdek, úgyhogy megint azt kell, hogy mondjam, pár napig valószínű, hogy nem fogok filmezni. Hát ott hirtelen ért véget a videó, hát mondom, valamivel be is kell fejezzem. Hát mutatok egy kis jó időt, amit küldök szeretettel. Az a jó időt úgy értem, hogy nem csak hogy süt a nap, hanem ennek ellenére hűvös van, gyerekek. Talán a 25 fok van, és ugye a árnyékban ez kimondottan kellemes, mert olyan hűvös a szél. Hogy ez az a tipikusan jó, floridaias, kellemes, amiért tulajdonképpen mondhatnám, hogy megéri itt élni. Ilyenkor érezni, hogy micsoda kellemes a dolog. Na, hol vagy? Kijöttem vele, hogy hát, ha produkál valamit. Hát, nem nagyon akar semmit. Hát, talán. Koko, lesz valami? Ez az a idő, amikor kiülsz így a árnyékba, nem a napra. Van, aki a napon szereti, de kiülsz ide az árnyékba, és nincs kedved bemenni. Annyira kellemes, jól esik ez a hűvös szellő, a hőmérséklet. És most mond egy pár napra ilyen lehűlést, és rendkívül száraz a levegő, ami nagyon fontos. Na, Koko, mi lesz? Így produkálj valamit, aztán elköszönünk egy pár napra. Füvet le kell csapjam. Az új fűnyírót, na, talán lesz valami. Igen. Hogy elkezd így forogni, akkor... Jó van, pimpi van. Pimpi? A kakadu van. Ajaj. A gyerekek itt nem győzik felszedni. Most általában hármat produkál egy nap. Most lehet számolni, hogy én már kiszámoltam egyébként. Az 10 nap alatt 30 rakás. A 30 nap alatt 90, hát gondoljatok bele, hogy akkor egy hónap alatt itt teleszarja. Akkor már nem lehet lépni. Előkerül a gumikesztyű,
Nájlonzacskó, aztán föl kell szedni. Ugye, az összest. Ha van eső, akkor szétver ide, vagy a fűnyíró, ha már száraz, persze. Tehát nem kellemes belelépkedni. Na jó van akkor, meg vagyok elégedve. Pisálás ilyenkor nem igen szokott lenni. Na van, amikor kis rövid idő múlva pisál is egyet. Na. Gyere, mondjad a kis pofádat. Na, maradj a napon. Bár nagyon hullik ez a szar. Aztán Évi nem győzi össze szedegetni, meg széthordja. Nem örülünk neki, mert ennek olyan a széle, hát csak itt közelről, ha látod, ilyen tüskés. Itt, meg akar a két? Ilyen tüskés. Á, nézd, ott a kez, hogy akad a bőrbe, meg akar. Na most, ha egyszer bekapta a szájába, akkor nem szabad kihúzni, mert elvágja a nyelvét, vagy le is vághatja. Meg kell várni, míg eldobja ő magától. Majd össze kell szedni mindet. Nagy előszeretettel hurcolja.